Kiskorodban neked is megemlítették, hogy ha esetleg hasonlítani szeretnél valami példaképedre, mert Bruce Lee-re vagy Dwayne Johnsonra, akkor rengeteg spenótot kell lenned. Lefogadom, igen mondták. Vannak gyerekek, akik ezt totálisan komolyan gondolták, és tovább is fejlesztették ezt a gondolatot, és tettek érte. Persze rengeteg gyerek van, aki tehetséges, viszont ez nem minden esetben az erő és a sportosság. Persze lehet egyébként nem is egészséges kisebb korban megerőltetni nagyon magadat, ez nagyon fontos, szóval ez a videó után. Azért szerintem ez a videó után ne kezdj el napi 500 fekvőtámaszt. Mégis vannak emberek, akik már gyerekkorukban ráéreznek a sportokra, az edzésekre, és ebből elég komoly eredmények szoktak születni. Pontosan ezért ebben a videóban a legerősebb gyerekeket szeretném nektek bemutatni. Ha úgy lenne a csatornámon, iratkozz fel és nyomj egy lájkot, és érd le, hogy te erősnek tartod magad vagy sem. Kezdjük! Rüsszei, imai, 10 éves a srác, szabad idejében igazából a kedvenc animációit nézi, meséit, mellette edz. A kisrác egyébként japán, taekwondozik is, és az eredmény úgy néz ki, hogy nagyon gyors. Hihetetlenek az ütései, a rugásai. Először 15-ben szerzett internetes hírnevet, amikor lemásolta Bruce Lee a példaképének a mozdulatait egy showban, de egyébként voltak internetes videói, ami szintén elképesztő. Még csak 10 éves, de hollywoodi legendákat ver oda, és az apró Bruce Lee-nak nevezik. Ki tudja, lehet, hogy nem sokára mozikban fogjuk látni, hiszen például én hallottam olyat, hogy már forgattak valamit. Ő egy kicsit idősebb gyerek viszonylag, ez a lány 9 éves és világrekordot állított fel emelésben. 2001-ben született, a testsúlyának a háromszorosát képes volt felemelni. 8 éves volt, ezután nem sokkal később felállította a világrekordját erőemelés kategóriában. 40-50 kg-ot tudott felemelni, és egy 44 éves nőt előzött meg egyébként, aki például 90 kg-val is guggolt, most viszont megelőzte ezt a nőt, hiszen 19 évesen 165 kg-ot tudott felemelni. Joey Lanostro, az egyik legfiatalabb testépítő. 2004-ben született, az első egyik legfiatalabb tornász, aki Guinness rekordot állított fel 2009-ben. 5 évesen azzal döntött rekordot, hogy súlylabdákkal ment végig kézen 10 métert. Igazából azzal lett híres, hogy az interneten bemutatta azt, amire képes, és nyilván mindenki csodálkozott. 2010-ben megdöntött még több rekordot, 90 fokos fekvőtámaszokat csinált, ami hihetetlen ennyi idősen. Aztán később megdöntötte a saját rekordjait. Hihetetlen mutatványokra volt képes, már ebben a korában is. Képes volt 32 másodpercig emberi zászlót alkotni, igazából egy profinak is nehéz szerintem ez, és napról napra próbálja saját rekordjait megdönteni, ami azért elég hihetetlen, valljuk be, és erre nincs más szó. Itt például üvegeken fekvő támaszkodik, és azok nem borulnak el, tehát ehhez még egyensúly is kell. A következő srácot annyira sokan nem ismerik, de fiatalkora ellenére napi rendszeressége jár szinte edzőterembe, és a csávó olyan állat, csávó kisrác, hogy 16 évesen már profi testépítő. Készen áll konkrétan a továbbfejlődésre, és szinte profikkal szokott edzeni. 16 évesen kérdéses, hogy ez mennyire egészséges, mondjuk szerintem igazából nincs vele baj, és egy követendő példa, ha van időnk és lehetőségünk rá. Red Hosseini. Hogyha azt mondom, hogy kidolgozott test, valószínűleg nem egy 6, nem egy 10 éves gyerek fog eszedbe jutni, viszont ebben a helyzetben valami másról van szó. Ennek a 6 éves kisfiúnak a kinézete hihetetlen. Igazából mondhatni egy Instagram sztár, rendkívül jól focizik, és úgy néz ki igazából, mint egy kis Messi Lionel. Nézzétek meg a pályán, hogy mennyire tehetséges, és látszik, hogy van érzéke. Igazából a pályán konkrétan végig szokott futni, és sokkal magasabb korosztályba kéne valószínűleg játszania, hiszen előre haladott. Már 9 hónapos korában ilyenekre volt képes, erő volt benne, a falra mászott konkrétan. Vannak szerintem olyanok, akiknek a mászás még nehézkes is ebben a korban, de mindegy. Igazából nem kell aggódni miatta, hiszen szereti ezt csinálni, és nehogy azt higgyétek, hogy ráerőltetés, és ki tudja, lehet, hogy később magasabbra fog emelkedni, mint a most jelenleg profi focisták. Remélem élvezted a videót, ha ez így volt, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Kommentbe tényleg írjátok le, hogy ki tartja magát erősnek, hány kilót bírtok felemelni, ezekre kíváncsi vagyok. Gyere vissza holnap délben is, hiszen premier, és nézd meg itt a pár videót, főleg a gameplayt, találkozunk legközelebb, sziasztok!